nem megválasztott bizottsági tagnak. Eredményes, sikeres, jó együttműködést és jó munkát kíván Sárospatak érdekében. Tisztelettel kérem a megjelenteket, hogy álljunk föl és közösen énekeljük a nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten áld meg, Köszönöm szépen, foglaljunk helyet és folytatjuk alakuló ülésünket. Mielőtt azonban napirendi pontjaink tárgyalására térnénk rá, azt hiszem valamennyiünk nevében mondhatom, hogy nagyon szépen köszönjük a munkát, az elmúlt heteknek a munkáját, illetve magának az október 13-ai napnak a munkáját a helyi választási bizottság tagjainak. És kérem majd Terit, hogy adja át ezt a köszönetet, ezt az üdvözletet. Köszönöm jegyzőasszonynak és a polgármesteri hivatal munkatársainak, hiszen egy éven belül, azt hiszem, ha három választáson vagyunk túl, rövid időn belül, minden választás zökkenőmentesen sikerült, ez pedig annak az előkészítő munkának köszönhető, amelyet a hivatal apparátusa végzett. Köszönöm a munkát a szavazatszámláló bizottságok választott és delegált tagjainak, hiszen így tudtuk a törvényességet minden egyes szavazókörben biztosítani, és a szavazókörökben is zökkenőmentes és minden problémamentesen működött, bonyolódott a szavazás. Köszönöm azoknak a képviselőtársaimnak, akik eddig is lelkiismeretesen végezték a munkájukat, ám a lakosok döntése értelmében ma ennek a képviselőtestületnek már nem lehetnek tagjai. Gratulálok valamennyi megválasztott képviselőtársamnak, gratulálok a külsős bizottsági tagoknak, és nagyon szépen köszönöm, hogy vállalták ezt a nem egyszerű, ám áldozatos munkát. Gratulálok a Nemzetiségi Önkormányzat megválasztott képviselőinek is, ők a következő héten fogják alakuló üléseiket megtartani, illetve van olyan önkormányzat, amely már a mai napon megtartja az alakuló ülését. A velük történő szoros együttműködés az mindig is fontos volt, Sárospatak önkormányzata számára, a képviselőtestület számára. Mielőtt a napirendi pontokat ismertetném és megszavaznám, egy kicsit emelkedettebbé tesszük a hangulatot, hiszen körünkben van a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai, Karacs Mónika, Najpajer Olga, Varjas Csabáné, akik Kerek Gábor közeledő Kodály emlékére című kamara előadással fogják megalapozni a mai nap hangulatát. Hallgatjuk szeretettel! Thank you.
szépen köszönjük ezt a gyönyörű előadást Karacs Mónikának, Nagy Pauer Olgának, Varjas Csabájának, akik mindannyian a Farkas Ferenc Művészeti Iskola tanárai, és szívem szerint az első szavazást fel is tenném, hogy hallgassuk-e még tovább, hogy folytassuk a munkát. Azt hiszem, hogy tényleg sikerült nem csak a mai ülésre, hanem a következő 5 évre is a megfelelő alaphangulatot ezzel a gyönyörű előadással, és talán nem véletlen, hanem üzenetértékű, hogy pontosan Kodálytól hallottunk zeneműveket megalapozni. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink! A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy Sárospatakváros képviselőtestülete 100%-ban megjelent a mai alakulülésen, így a határozatképesség megállapításának akadálya nincs. Javaslom képviselőtestület számára, képviselőtársaim számára, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk, amely napirendi pontok tárgyalását elfogadjuk, és az eskütétel után fogjuk tárgyalni. A következő napirendi pont előtti teendőnk az pedig az, hogy tisztelettel fölkérjem Dankóné Gál Teréziát, a helyi választási bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját a 2019. év október 13-ai helyi önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásáról. Parancsolj, Teri! A választási bizottság nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, és kérem, hallgassák meg a bizottság tájékoztatóját. 2019. október 13-án került sor a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek és a nemzetiségi önkormányzatok képviselőinek megválasztására. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi 50. törvény alapján 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum megszerzésére volt lehetőség a választás során. A Nemzeti Választási Bizottság 2019. július 30. napján kelt 183/2019 számú határozatával Sárospatakon 3 nemzetiség vonatkozásában döntött települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választásának kiírásáról. Ezek a német, a roma és a ruszin. A nemzetiségi képviselők választása a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával párhuzamosan zajlott, azonban a nemzetiségi képviselőjelöltekre csak azok szavazhattak, akik 2019. szeptember 27-én 16 óráig kérték a nemzetiséghez tartozás bejegyzését a központi névjegyzékbe. A választások lebonyolítása a választási eljárásról szóló 2013. évi 36-os törvény alapján történt. A helyi választási bizottság a jelölt és lista bejelentés időszakában a bejelentések és jelöltek szavazólapon szereplő sorrendjének tárgyában 7 alkalommal ülésezett, ahol 83 határozatot hozott és 49 jelöltet vett nyilvántartásba az alábbiak szerint. 2 fő polgármester jelöltet, 33 fő egyéni képviselőjelöltet, ebből 4 fő független jelölt, 29 fő jelölő szervezet jelöltje, 14 fő nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltet, ebből 4 fő német, 5 fő roma, 5 fő ruszin jelölt volt. 4 kompenzációs lista nyilvántartásba vételére került sor, ezek a Fidesz Magyar Polgári Párt és Kereszténydemokrata Néppárt, a Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete, a Patakért és a Mi Hazánk Mozgalom listája. A szavazólapok adattartamának jóváhagyására Sárospatakváros helyi választási bizottságának szeptember 18-ai és 19-ei ülésein került sor, melyel lezárult a jelölt állítás folyamata. Ezzel kapcsolatban kifogás Sárospatakváros helyi választási bizottságához nem érkezett. Választási kampánytevékenységgel kapcsolatban 2 kifogás érkezett a bizottsághoz,
melyből az egyiknek a 2019. október 7-i ülésünkön helyt adtunk, a másikat elbírálásra a hatáskörrel illetékességgel rendelkező Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi választási bizottságnak tettük át. A választások lebonyolításával kapcsolatban összességében elmondható, hogy a szavazás mindenütt rendben folyt, jogszabálysértést nem tapasztaltunk. A szavazóköri eredmények feldolgozása után Sárospatak Város Helyi Választási Bizottsága megállapította a polgármester választás és az egyéni választókerületi képviselő választás eredményét, majd megszámlálta nemzetiségenként a nemzetiségi önkormányzati képviselőkre leadott szavazatokat, és ez alapján megállapította a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő választás eredményét. A szlovák nemzetiség vonatkozásában települési nemzetiségi képviselők választására nem került sor, ebben az esetben a szavazatokat a Borsod-Abaúj Zemplén megyei területi választási bizottság számlálta meg. A választás hivatalos eredménye az alábbi. A névjegyzékbe vett választópolgárok száma 10.106 fő. Szavazónként megjelentek száma 4.271 fő. Részvételi arány 42,26%. A megválasztott polgármester Aros János, Fidesz-KDNP 2309 érvényes szavazattal. Egyéni választókerületi képviselői mandátumot nyertek. Egyes számú választókerületben Koleszár Krisztián, Fidesz-KDNP 258 érvényes szavazattal. Kettes választókerületben Hutka Iné, Novák Máta, Patakért 301 érvényes szavazattal. Hármas számú választókerületben Aros János, Fidesz-KDNP 280 érvényes szavazattal. Négyes választókerületben Sikora Attila, Fidesz-KDNP 217 érvényes szavazattal. Ötös választókerületben Berger Zsolt János, Patakért 214 érvényes szavazattal, hatos választókerületben Kraj Csaba, Fidesz-KDNP 217 szavazattal, hetes választókerületben Csetneki József Flórián, Patakért 161 érvényes szavazattal, és a nyolcas számú választókerületben Olá József Csaba, Fidesz-KDNP 70 érvényes szavazattal. Kompenzációs listáról mandátumot szerzett Kövesi Sándor, Fidesz-KDNP, Saláta László Mihály, Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete és Vigyikán Csaba Patakért jelöltjeként. Megválasztott nemzetiségi önkormányzati képviselők német nemzetiség vonatkozásában Göncfalvi József, Stumpf Ákos, Stumpf Lászlóné. Roma nemzetiség Budai Andrea, Budai Aranka, Budai Csaba, Budai Gyula Károly, Kolcsiter Károly. Ruszin nemzetiség, Darmos Csaba, Diósi István László, Kozsnyánszki János. Sárospatak Város Helyi Választási Bizottsága a választás előkészítése és lebonyolítása során összesen 98 határozatot hozott. A választás eredményével kapcsolatban fellebbezés a bizottsághoz nem érkezett. A kompenzációs listáról történő mandátumszerzésről való döntést követően Kövesi Sándor mandátumáról lemondott, melyet a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 30 paragrafus képbekezdése alapján polgármester úr ismertet majd a tájékoztatást követően. A lemondást követően a helyi választási bizottság megállapította a 98/2009 10. hó 17-én kelt határozatával, hogy a lemondás folytán megüresedett mandátumot a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek képviselőjének bejelentése alapján Egyed Attilának, a Fidesz-KDNP jelölő szervezetek közös kompenzációs listájának 5. helyén szereplő jelöltnek adja ki.
A választási bizottság köszönetét fejezi ki a választások előkészítésében és lebonyolításában résztvevőknek, akik áldozatkész munkájukkal hozzájárultak a választás sikeres és zavartalan lebonyolításához. Ugyancsak köszönetét fejezi ki a bizottság a jelölteknek, jelölőszervezeteknek, a választási kampány idején tanúsított, visszafogott és korrekt magatartásukért. Végül, de nem utolsó sorban a bizottság gratulál a megválasztott polgármesternek, tisztelt képviselőknek, munkájukhoz nagyon sok sikert, jó egészséget kívánunk, és jó együttműködést városunk további fejlődése, építése, szépülése érdekében. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót, illetve köszönöm még egyszer a választást megelőző időszak és magának a választás napjának a munkáját a helyi választási bizottságnak. Vigyikán Csaba ügyrendi javaslatot nyomott. Ha működik a mikrofonom, én már tudom, hogy kell kezdeni, ki kell kapni. Igen, én a napirenddel kapcsolatban szeretnék majd egy javaslatot tenni. Nem tudom, megvárjam polgármester úrat, amikor elhangzik a napirend, és utána mondjam el, mert nem tudom, a többiek tudják-e a napirendi pontokat már előre. Akkor elmondhatom, hogy mit szeretnék. Ha ez napirend előtti felszólalás... A napirendet érintő, igen, magát a napirendet érintő. Akkor az útrendít, tehát ez egy eljárási kérdés. Jó. Mi azt szeretnénk kérni, hogy ha jól emlékszem, a 9-es pont a bizottságok összetételéről szóló döntésünket napoljuk el a következő ülésre. Ezt lehetővé teszi mind az önkormányzati törvény, mind a helyi SMS. Azért kérjük ezt a Patakért Egyesület nevében, mert érdemi egyeztetés nem történt a bizottsági tagokról. Így gyorsan hozzá is tenném, hogy itt természetesen nem a bizottsági tagok személyével kapcsolatban tesszük ezt az észrevételt, hanem csak azért, mert, hogy is fogalmazzam, hogy a 22, ha jól számolom, 22 bizottsági hely van, ebből a Patakért Egyesület 4 helyet kapott. Úgy gondoljuk, hogy ez a választási eredmények függvényében nem reális, hiszen, ha jól emlékszem a számukra, 1655 szavazatot kapott a Fidesz, és 1462 talán a Patakért Egyesület, ezért úgy gondoljuk, hogy a 22-ből a 4 bizottsági arány az mindenképpen aránytalan, hogyha a választási eredményt veszük alapul. Ezért kérjük még egyszer azt, hogy szeretnénk elnapoltatni a bizottsági összetételről szóló döntést. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Hát itt szerettem volna éppen ezért ismertetni a napirendi pontokat és elfogadtatni a napirendi pontokat. És ezt lehet, hogy meg is teszem, hiszen ennek az ügyrendi javaslatnak akkor van csak értelme, ha a napirendi pontokat elfogadtuk. Mivel ügyrendi javaslat volt, ezért szavaznunk kell róla, természetesen a felvetéssel kapcsolatban. Azt azonban hadd tegyem hozzá, hogy nem javaslom a napirendi pont elhalasztását. Elnök úrnak vagy képviselő úrnak, aki a Patakért Egyesület színeiben került be az önkormányzatba, a képviselőtestületbe, és ezt gratulálok is, nem tudom elfogadni az érvelését. Egyrészt semmilyen egyeztetési kötelezettségem nincs, és kérem is jegyzőasszonyt, hogy az SMS-t minden újonnan megválasztott képviselő számára küldje majd ki, hogy nézze át. Tehát az előterjesztéseket a polgármester teszi meg. Másrészt, ha már egyeztetésről beszélünk, akkor lett volna olyan időszak a kampányban is, amikor egyeztethettünk volna. Például, amikor az Egyesület blöffből polgármesteri vitát próbált meg generálni, direkt egy olyan időpontra, amikor egyébként a Városi Idősek Napi rendezvényünket tartottuk, és úgy, hogy az érintett intézmény, amelyet helyszínen megjelölt vezetőjének semmilyen halvány fogalma nem volt, hogy oda bármit is szerveznek vagy terveznek. Tehát az egyeztetésről nagyjából ennyit. Elnök úrnak lett volna lehetősége az elmúlt napokban is egyeztetést kezdeményezni. Kérdezem, hogy megtette. Akkor ennek szellemében fogunk majd szavazni. Én akkor visszatérek és ismertetem a napirendi pontokat. Kaphatok szót. Tehát az SMS, úgy szabályoz ebben az esetben, ugye, hogy ügyrendi javaslatként ez egy még ugye nem létező napirendnek a napirendre vételét nem szeretné képviselő úr. Tehát ebben az esetben is igazából erről az ügyrendi felvetésről a képviselőtestület ugye polgármesteri vagy edzői véleményt követően vita nélkül egy egyszerű szavazással egyébként dönthet, ez egy egyszerű többséget
jelent egyébként. Visszatérve tehát, következik a tájékoztató után, és akkor most szavazzunk, jegyzőasszony, hogy a napi rendi pontok elfogadása felvételénél szavazzunk. Én azt gondolom, hogy várjuk meg az eskütételeket, jó? Tehát, hogy mindenki... Visszatérve tehát, ahogy a Választási Bizottság elnöke is elmondta, október 17-én kelt nyilatkozatában Kövesi Sándor lemondott listás képviselői mandátumáról, és Egyed Attila került be a Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kereszténydemokrata Néppárt listájának 5. helyéről. A került be, azt már így mondtam, de természetesen majd az eskü letétele után lesz mindenki hivatalosan is képviselő vagy éppen bizottsági tag. Ha jól sejtem, akkor a képviselői eskü következik, fogadalomtétel, amely esküt Dankóné Gál Terézia helyi választási bizottság elnöke fogja venni, én pedig kérem, hogy felállva vegyük az esküt. Tessék itt a mikrofonnál, igen. Én, Aros János. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat. Önkormányzati tisztségből eredő feladataimat. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megbízó levelek átadására kerül sor, és kérném majd a megbízó levelek átvételével egyidejűleg az általam már aláírt esküvő okmányokat is képviselőtársaim legyenek szívesek aláírni. Egyenként szólítunk mindenkit. Berger Zsolt János. Csaba képviselő úr. Olá József Csaba képviselő úr.
Következik a polgármesteri eskütétel, fogadalomtétel, az eskü vevője szintén Dankóné Gál Terézia, a helyi választási bizottság elnöke. Én, Aros János, becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom. Polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segíjen. Köszönöm szépen. Nem kell aláírni semmit. Köszönöm szépen a helyi választásbizottság valamennyi tagjának, elsősorban Dankóné Gál Teréziának, mint a bizottság vezetőjének az eddigi munkáját. Most egy picit, egy pár hónapra, pár évre békén hagyunk benneteket, és aztán reméljük, hogy következő választáson hasonló sikerrel veszünk majd részt. Tisztelt képviselőtársaim! Megragadom a lehetőséget, hogy megköszönjem azt a sok biztatást, és magát a bizalmat, amelyet kaptam a választások előtt a kampány és a felkészülés során, és természetesen köszönöm az október 13-án rám adott szavazatokat. Azért végignéztem az előző választásoknak az eredményeit is, 2010-ben 48%-ot kaptam, ekkor Sárospatakon 51,63% volt a részvétel. 2014-ben azon kevés, összesen 3 ilyen település volt az országban, 10.000 fő fölötti település, ahol nem volt kihívója a polgármesternek, így az itteni adatok nem feltétlen tükrözik azt, hogy egy összeállt ellenzéki polgármester jelölttel szemben mit teljesíthettem volna. 2019-ben pedig a 2010-es eredményeket is sikerült túlszárnyalnom, hiszen 42,2%-os részvételnél 55,17%-ot kaptam, szavazatot kaptam, és ezeket a szavazatokat nagy tisztelettel megköszönöm. Ez egy óriási bizalom, úgy érzem, és természetesen ugyanakkor egy óriási felelősség is.
hiszen a továbbiakban is a képviselőtestülettel együtt, az országgyűlési képviselővel a hátunk mögött és a kormánnyal a hátunk mögött egyetlen egy cél lebeghet a szemünk előtt, ez pedig az, hogy Sárospatak továbbra is Zemplén és Tokajhegyalja turisztikai és idegenforgalmi központja maradjon, és továbbra is a legdinamikusabban fejlődő település legyen Tokajhegyalján, illetve Zemplénben. Ehhez óriási munkára lesz szükség, hiszen az előző ciklusban, ahogy látták a képviselőtestület tagja, illetve láthatták a sárospataki lakosok is, elindultak azok a pályázatok, amelyeknek köszönhetően óriási fejlesztések indultak el a városban. Ezeket folytatnunk kell mindenáron. Talán, hogyha ki kell emelni a legnagyobbat, bár nem ez a leglátványosabb, viszont a legszagosabb, ez a szennyvíz korszerűsítéssel kapcsolatos beruházásunk, amellyel kapcsolatban a munkálatokat elkezdtük. A városban a csövek cseréjével kész vagyunk. Következik tavasszal a két szennyvízátemelőnek a felújítása, valamint egy teljesen új szennyvíztelepnek a kiépítése. Ekkor fog megszűnni az a hatás, amely ma még kellemetlen élményeket biztosít a sárospataki lakosoknak. Hozzáteszem, ha ezt nem kezdhettük volna el, ennek a beruházásnak a patakra eső része az több mint 2,6 milliárd forint, akkor gyakorlatilag a szennyvízrendszerünk összeomlott volna, hiszen a 40-45 évvel ezelőtt elhelyezett csövek, úgy képzeljétek el, hogy volt olyan útszakasz, ahol teljesen szétporlattak, tehát egy üregben folyt Sárospatak alatt a szennyvíz. Ehhez kapcsolódik szorosan, hogy folytatnunk kell az utaknak és a járdáknak a felújítását. Most a előttünk lévő időszakban, és reméljük, hogy ez az előttünk lévő időszak, ez még ősszel teljesíthető, azoknak az utaknak a rendbetételét fogjuk prioritás szerint előrehozni, amelyek a szennyvíz beruházás miatt nagyon rossz állapotba kerültek, mint például a Bartók, a Németh László, a József Attila, a Borsi útnak egy szakasza, az Rinyi utca, tehát ezeket az utakat fogjuk befejezni. Folytatni fogjuk a parkjainknak és a játszótereinknek a rendbetételét, látható, hogy szintén egy topos pályázatból elkezdtük a Bodrog partot, a templom mögötti tér rendbetételét, a Hotel Bodrog előtti területnek a rendbetételét, a Retel lépcsőnek a kiépítését. Folytatni fogjuk a Bodrog parti fejlesztéseket, ehhez nagyon nagy segítség számunkra, hogyha láttátok körülbelül egy hónappal ezelőtt vagy három héttel ezelőtt az Aggteleki Nemzeti Parkkal együtt adtuk át a régi Pavletics háznak a felújított épületét, és ez azt jelenti, hogy az Aggteleki Nemzeti Parknak a központja is ide költözik, hiszen minden egyes Bodrogot és természetet érintő fejlesztéseket velük együtt egyeztetünk, sőt vannak olyan projektjeink, amelyeket közösen fogunk csinálni. Folytatjuk a Megyerhegyi Tengerszemnek a fejlesztését, bármilyen feljelentések is érkeznek ezzel kapcsolatban, eddig nem irigyeltük Sátoralja Újhelyt, ahol volt egy feljelentgető képviselő, úgy látszik, hogy most mi sem fogjuk megúszni. Tehát folytatjuk a tengerszem fejlesztését, folytatjuk a piacnak a felújítását, helyi termékpiac kialakításával és egy új rendezvénytérnek a kialakításával, folytatjuk és nem adjuk fel a fürdőfejlesztést, amelyhez a gyógyvízé minősítés már megtörtént, tehát az első legfontosabb lépést megtettük. És folytatjuk a vállalkozásaink támogatását, amely vállalkozások a mögöttünk lévő 5 évben erőre kaptak. Ezt láthattuk az évelei vállalkozói fórumon is, bemutatón is. A tavalyi évben közel 80 millió forinttal több iparűzési adót tudtak befizetni. Ez egyrészt maga az összeg is öröm számunkra, másrészt pedig az, hogy a bevételeik szépen nőnek a vállalkozásainknak, folyamatosan tudtak pályázni, folyamatosan tudtak fejleszteni és újabb munkahelyeket kialakítani. Rengeteg dolgunk lesz tehát. Remélhetőleg zöggenőmentesek lesznek azok a döntések, amely döntések az előző képviselőtestület jóvoltából gördülékenyek voltak, mindig a város érdekeit tartottuk szem előtt. Én most is partnerséget kínálok azoknak, akik a város szekerét tolni, vagy éppen húzni akarják, és nem csak utazni akarnak rajta. Viszont továbbra is rossz hírem van azoknak, akik saját vagy pártjuk érdekeit kívánják a város érdekei elé helyezni. Továbbra is rossz hírem van azoknak, akik nem tudják, vagy nem akarják a békés együttélés alapvető szabályait betartani. Továbbra is rossz hírem van azoknak, akik nem Sárospatakért, hanem Sárospatakból kívánnak élni. És továbbra is rossz hírem van azok számára, akik nem közösséget akarnak építeni, hanem meglévő közösségeket akarnak szétbomlasztani, szétrombolni.
Ezeket természetesen, ahogy az előző képviselőtestületben, ebben a testületben sem fogom engedni. Kívánom valamennyi megválasztott képviselőtársamnak, kívánom valamennyi megválasztandó külsős bizottsági tagnak, hogy az eskü szövege az mindig lebegjen a szemünk előtt, és valamennyi döntésünket a város érdekében hozzuk meg. Ehhez tehát partnerséget, hatékony munkát, átlátható tiszta vezetői tevékenységet ígérek, és ugyanezt kívánom valamennyiünknek. Tisztelt képviselőtársaim, a polgármesteri eskü után előterjesztést fogunk hallani Sárospatakváros Önkormányzat képviselőtestülete és szervezeti szabályzatáról és működési szabályzatáról szóló 3/2018-as önkormányzati rendelet módosításával kapcsolatban. Bár itt az előterjesztő már a polgármester, de természetesen segítséget fogok kérni jegyzőasszonytól, hogy ismertesse egyrészt miért van szükség erre a napirendi pontra, másrészt pedig azt, hogy pontosan mi a tartalma. És akkor az előbb a határozott képességet megállapítottam, most tehát következik majd a napirendi pontok elfogadása, mégpedig azoknak a napirendi pontoknak, amelyek követik az előbb említett szervezeti működési szabályzatról szóló rendeletmódosítását. Így ezt követően az alpolgármester megválasztásáról fogunk előterjesztést hallani, ezt követi majd az alpolgármester úrnak az eskü, illetve fogadalomtétele. Előterjesztést hallunk, és ez ilyenkor kötelező az alakulőülésen a polgármester illetményéről és költségtérítéséről. Előterjesztést hallunk majd az alpolgármester illetményéről és költségtérítéséről. Megválasztjuk a képviselőtestület bizottsági elnökeinek és tagjainak névsorát, és a bizottság nem képviselő tagjainak az eskütételére is sort kerítünk. Ezt követi majd a meghívóban 11-es számot viselő napirendi pontunk, ez pedig egy tájékoztató lesz a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó kötelezettségekről. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e bárkinek hozzáfűzni valója, kiegészíteni valója. Amennyiben nincs, akkor az előbbi ügyrendi szavazatról történik először szavazás, hiszen az a meghívóban szereplő napirendi pontok módosítására vonatkozik. Ez az ügyrendi javaslat pedig Vigyikán Csaba képviselő úrtól úgy hangzott, hogy vegyük le a 9-es számú napirendi pontot és egy későbbi testületi ülésen tárgyaljuk. Én ezt nem támogatom. Aki az ügyrendi javaslattal ér együtt, az igen gombot nyomja, aki nem támogatja, a nem gombot nyomja. Szavazás következik. Krajcs Csaba képviselő úr lemaradt a szaknépsorról. 4 igen, 7 nemmel tartózkodás nélkül az ügyrendi javaslatot a képviselőtestület elutasította. Tisztelt képviselőtársaim, tehát az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontokról kérek még egy megerősítő szavazást. Aki a napirendi pontokat így elfogadja, kérem az igen gomb megnyomásával jelezze számunkra. Megállapítom, hogy 7 igennel, 4 nemmel tartózkodás nélkül a napirendi pontok elfogadásán túl vagyunk. Következik tehát a szervezeti és működési szabályról szóló 3/2018-as önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés. Tisztelettel kérem, hogy a napirendi pontot ismertesse jegyzőasszony. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, mivel most van nálam először a lehetőség, ezért szeretnék én is mindenkit nagy tisztelettel köszönteni, és jó munkát kívánni az elkövetkezendő évekhez. A jó munkához pedig felajánlani, illetve hát nem is felajánlani, mert hogy ez természetes, a polgármesteri hivatal dolgozóinak az szintén a jó munkáját tudom biztosítani, és azok az előterjesztések, amelyeket készítünk képviselőtestületi ülésről képviselőtestületi ülésre, én remélem, hogy eddig is minden alkalommal tökéletesen és megfelelő tartalommal megalapozták a megfelelő döntéseket, és erre fogunk törekedni az elkövetkezendő években szintén. A szervezeti és működési szabályzat tényleg egy alapja, úgymond a motorja
annak, hogy itt a munka megfelelően folyjon és megfelelően történjen minden döntés. A szervezeti és működési szabályzat egy önkormányzati rendelet, így ennek a módosítása önkormányzati rendelet módosítással történik. Nagyon sokszor hangzik majd el a mai napon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény, hiszen az is egy alapja hasonlóan, mint az SMS az önkormányzat működésének, nyilván, hogy egy magasabb, úgymond törvényi szinten. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 43. paragrafus 3. bekezdése mondja ki, hogy a képviselőtestület az alakuló vagy az azt követő ülésén a szervezeti és működési szabályzatot vagy megalkotja, hogyha azzal még nem rendelkezik, vagy felülvizsgálja azt, hogyha ez már hatályosan létezik. A mi esetünkben, mivel ez jelen pillanatban is hatályban lévő rendelet, ezért nálunk ugye a felülvizsgálat az értelemszerű és módosítása történne meg. Az ilyen előterjesztéseknek szintén a szerkezetét, hogy ezek hogyan épülnek fel, jogszabály szabályozza. Így tehát részletezzük a módosítást, hogy melyik paragrafus helyébe mi az az új rendelkezés, ami belépne, illetve melyik módosul, melyikkel egészül ki. Így tettük ezt is, és azt gondolom, hogy egy nagy segítség az indokolás része az előterjesztéseknek, amelynek van egy általános indokolás része és egy részletes indokolása. Ezt szeretném néhány szóban ismertetni. Az egyes paragrafus az alaprendelet 7. paragrafusát módosítaná. Itt két olyan rendelkezés kerül ki a jogszabálynak a szövegéből, amely magasabb jogszabályban már megjelenik, törvényben megjelenik, ezért ugye a kettős szabályozás tilalma miatt ezt kivezetnénk a mi önkormányzati rendeletünkből. A második paragrafus a 11-es paragrafus 2-es bekezdést módosítaná, mert ebben a paragrafusban a képviselőtestületi ülések időpontjáról szólóan tartalmazza azt, hogy hogyan kell igazából értesíteni bárkit is, úgymond a nyilvánosságot, és ebben még benne volt az Emplén Televízió, és ezt már nem alkalmazzuk így, tehát a hivatal hirdető tábláján történő kifüggesztés és az önkormányzat hivatalos honlapja maradna a szövegrészben. Ezt követően a titkos szavazással kapcsolatban szeretnénk a zárt helységnek a használata, mint a szavazás lebonyolításához használt helység kitételt beletenni szabályozásként. A következő paragrafus pedig úgy szabályoz jelen pillanatban is, hogy a jegyző és az aljegyző együttes távolléte vagy akadályoztatása esetén a jegyzői feladatokat a jegyzői iroda vezetője látja el. Hát a miénk egy ilyen speciális helyzet, mert hogy a jegyző úr egyben a jegyzői iroda vezetője, tehát hogyha a jegyzőként akadályoztatva van, akkor nyilván az iroda vezetőjeként sem tudja ezt megtenni. Itt tehát az a rendelkezés lépne ide, hogy a jegyzői feladatokat a hivatalnak azon jogász végzettségű képviselője látja el, aki a munkaköri leírásában erre felhatalmazást kap, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy rendelkezünk jogász végzettségű kollégával, aki egyébként korábban néhány évig jegyzőként tevékenykedett is egy másik önkormányzatnál. A következő rendelkezésnél szintén a Zemplén Televízióval kapcsolatos rész kerülne ki, mert hogy az önkormányzati feladatvállalásban ugye benne szerepelt, hogy az Emplén Televízió működéséhez az önkormányzat hozzájárulást biztosít. Ezt a szövegrészt szeretnénk módosítani, és helyi média támogatás szövegrészt lépne itt be, illetve a Sárospatak újságnak az elnevezését konkretizáltuk. A következő rendelkezés az elmúlt másfél éven belül történt jogszabályi módosításunk az új vagyonrendelet kapcsán lesz kötelező, mert hogy olyan bruttó egyedi értékek változtak meg az új vagyonrendeletben, amely most ugye az SMS-ben is módosításra kell, hogy kerüljön. Egy
másik rendeletünk még pedig a települési támogatásokkal foglalkozó rendeletnél is bővült az adható támogatások köre, mégpedig azt, hogy már nem csak az időskorúak, hanem a fogyatékkal élők is részesülhetnek fürdőbérlet támogatásba. Így tehát itt is a rendeletben módosítjuk is ez az új szövegrész, ez bekerülne. A 8-as paragrafusban, majd ezt részletesen, hát szerintem nem olvasnám fel, szintén az új vagyonrendelettel kapcsolatos rendelkezéseink olvashatóak, még a 9-esben, 10-esben szintén, és két olyan rendelkezés veszíti hatályát. Az egyik egy pénzügyi és gazdasági bizottsági feladat volt korábban. Itt közbeszerzéseknél olyan rendelkezéseknek a meghatározása volt az SMS-ben, amely egyébként szabályzatban és közbeszerzési törvényben sem kötelező már. Ez kerülne hatályon kívül, illetve az ötös melléklet 1.3-as pontja a társulásnak a település fejlesztési feladatellátását tartalmazta. A legutóbbi társulási megállapodás módosításakor ez a feladat kikerült a társulás feladatellátásai közül, ezért igazából innen a szervezeti és működési szabályzatból is javasolt ezt a pontot hatályon kívül helyezni. Köszönöm. Köszönöm a részletes, minden igényt kielégítő kiegészítést, jegyzőasszonynak, ezt már megszoktuk az előző ciklusban is, és így lesz ez a következőben is. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy az SMS módosítással kapcsolatban, illetve a rendelet módosítással kapcsolatban van-e bárkinek kérdése? Javaslata, észrevétele nincs, szavazás következik. Aki a rendelet módosítását elfogadja, azzal egyetért, kérem az igen gombot nyomja. Megállapítom, hogy 11 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással az SMS módosítása megtörtént. Saláta képviselő úr. Tisztelt képviselőtestület, kedves képviselőtársaim, én is szeretnék gratulálni mindannyiótoknak egyben. Másrészt pedig szeretnék utalni arra, amit polgármester úr elmondott már a bevezetőjében is, hogy a szervezeti szabályzatot jó lenne, hogyha mindenkinek megküldenénk egységes szerkezetébe, mert hogy nyilván ez nekünk, mi se tudunk improvizálni most így fejből, hogy is néz ki a teljes szervezeti működési szabályzat, ezért ezt mindenki számára küldjük meg a teljesség kedvéért, hiszen ez az alapszabályzatunk, ezen kell dolgozni, ez mindenkinek naponta rendelkezésre kell, hogy álljon. Köszönöm szépen! Köszönöm, és természetesen meg fogjuk küldeni mindenki számára, és azt hiszem, Aljegyző úr leegyeztette mindenkivel az e-mail címét. Legyetek szívesek ezt használni és nézni majd, mert ha jól sejtem, akkor már csütörtökön újabb anyagot fogunk küldeni egy jövő héten tartandó, vagy pénteken jövő héten tartandó testületüléssel kapcsolatban. Következik az előterjesztés alpolgármester megválasztásáról. Előterjesztő szintén én vagyok, ám a törvényi hátterét és a jogszabályokat, ami alapján az előterjesztés elkészült, kérem jegyzőasszonyt, hogy ismertesse röviden. A már említett törvény, ugye a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény, az alakulülésre vonatkozó szabályai között is említi az alpolgármester megválasztását, és egy későbbi szakaszban pedig részletesen mondja ki, hogy ez hogyan történjen. A képviselőtestület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített többséggel, a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert, ugye főpolgármestert az adott helyen, illetve megyei közgyűlési elnököt választ, valamint ugye lehetőség van néhány éve a több alpolgármester választására is. A szervezeti és működési szabályzatunk szintén tartalmazza az alpolgármester megválasztására vonatkozó szabályok, természetesen ugye a rendelkezések ráépülnek az MÖTV már idézett rendelkezéseire is, tehát itt ez egy speciális helyzet, ezt követően ugye szavazatszámláló bizottság tagjainak a megválasztása, majd pedig titkos szavazással történő választás következik, ugye annak a szabályaira tekintettel, amit az SMS is mond, illetve erről a titkos szavazásról egyébként külön jegyzőkönyv is készül. Köszönöm szépen, jegyzőasszony, nagy meglepetést nem fogok okozni.
hiszen arra a személyre teszek javaslatot, aki az előző ciklusban is kitűnően segítette az én munkámat. Úgyhogy Sikora Attila képviselő úrra, reményeim szerint leendő alpolgármester úrra teszek javaslatot. A szavazatszámláló bizottságot is meg kell választanunk ehhez a napirendi ponthoz. Ide pedig tisztelettel fölkérném Hutkainé Novák Márta képviselőasszonyt, fölkérem Saláta László képviselő urat, és fölkérem Olá József képviselő urat. Kérdezem először alpolgármester képviselő urat, hogy elfogadja a jelölést. Kérdezem a szavazatszámláló bizottság leendő tagjait, elfogadják-e a jelölést? Igen, igen, igen. Köszönöm szépen, akkor egy megerősítő szavazás fog következni a szavazatszámláló bizottság tagjairól. Szavazhatunk-e egyben? Szavazhatunk-e egyben, vagy kívánjátok? Szavazhatunk-e egyben? Aki elfogadja, és mindhárman személyes érintettségüket bejelentették a szavazatszámláló bizottság tagjainak, tehát Hutkainé Novák Márta képviselőasszonyt, Saláta László képviselő urat és Olá József képviselő urat, kérem az igen gombot nyomják meg. Megállapítom, hogy 11 igen, 0 nem és 0 tartózkodással megválasztottuk a szavazatszámláló bizottság tagjait. A szavazásnak a menetéről kérem jegyzőasszony, hogy adjon néhány szóban tájékoztatást. Minden képviselő meg fog kapni egy előtte bélyegző lenyomattal ellátott szavazólapot. A szavazólapon rajta szerepel a jelöltnek a neve. Érvényesen szavazni, tehát igen szavazatnak jelent, igen szavazatnak minősül a név mellett feltüntetett körben két egymást metsző egyenes, és nem szavazatot jelent az, hogyha valaki a jelöltnek a nevét áthúzza. A szavazás az itt az épületben, egy külön zárt helységben történik, ez köszönjük hivatalvezető asszonynak, hogy rendelkezésünkre bocsátja. Ott mindenki természetesen a titkosságot így tudjuk biztosítani, hogy abban a helységben belépve, ott elhelyezve, ott lesz majd úgymond az urna, amelybe a szavazólapot bele kell dobni. Ennek az urnának ugye a tartalmát, hogy ez üres, ezt az ugyanúgy, mint ahogy már ez a nagy önkormányzati választáson is történik, az első szavazó bizonyosodik meg arról, hogy ez üres, és úgy kerül ez az urna lezárásra, miután az első szavazó ezt megtekintette. A szavazatszámláló bizottság tagjai maguk közül választanak elnököt. Kérek javaslatot rá. Megbeszélitek, hiszen az elnök fogja ismertetni majd a választásnak az eredményét. Szünetet rendelek el, szavazás következik.
folytatjuk tehát tovább alakuló testületi ülésünket, bár a választási bizottság azt mondta, hogy este 7-re lesz eredmény, de ennek ellenére meggyorsítjuk, és tisztelettel föl is kérem Saláta Lászlót, a választási bizottság elnökét, ismertesse a szavazás végeredményét. Köszönöm szépen! Tisztelt képviselőtestület, kedves vendégeink! Engem ért az a megtisztelő feladat, hogy felolvashatom a szavazás végeredményét. Előjáróban a szavazatszerű bizottság nevében szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak a közreműködését, akik lezárt borítékot dobtak be az urnába, és ezzel egy kicsit megnehezítették. Ezért is mondtuk ezt az este 7 órát, de aztán végül is sikerült nehéz munka, kemény munka árán eredményt produkálni. Ennek megfelelően szeretném elmondani akkor a jegyzőkönyv alapján, hogy a névjegyzékben lévő képviselők száma 11 fő volt, hiszen ennyien tettünk esküt. A szavazóként megjelent képviselők száma ugyancsak 11 fő volt. Az urnában lévő bélyegzőnyomat nélküli szavazók száma 0, tehát minden szavazólap érvényes volt. Az urnában lévő lebélyegzett szavazók száma így tehát 11. Eltérés szavazóként megjelentek számától többlet vagy hiányzó szavazó nem volt, tehát 0. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 0, érvényes szavazólapok száma 11 darab. Ennek alapján igen szavazat 9 darab, nem szavazat, tehát áthúzták a jelölt nevét 2 darab. Minden esetre a választás végeredménye, hogy a Sárospatak város alpolgármestere újra Sikora Attila lett. Gratulálunk! És jó munkát kívánunk neki! Köszönöm. Kérdezem jegyzőasszonyt, hogy érvényesnek tekinthető-e így a szavazás, vagy megerősítő szavazással a képviselőtestület egy határozatban még fogadja el? Mivel titkos szavazásról van szó, és elnök úr ezt... Laci bácsi megadja a szót nekem. Köszönöm szépen, már közben is kaptam a szót. Tehát nyilván ugye titkos szavazás volt, ami itt, hogyha itt még megerősítenénk, akkor nyilván ez egy másik formula lenne, és itt nyilvánossá válna. Tehát ezzel itt ugye az előterjesztésben szerepel, nyilván ennek egy olyan formátumot, köszönöm szépen, a jegyzőkönyv értelmében fogjuk határozatba foglalni. Tehát ez már, amit Saláta László képviselő úr felolvasott, és ezzel igazából mindenki számára köztudottá tett, megállapítható, hogy a megválasztott alpolgármester neve Sikora Attila, tehát megerősítő szavazásra nincsen szükség. Köszönöm, szépen, jegyzőasszony. Az alpolgármester úr eskütételére kerül sor. Kérem, álljunk fel. Én Sikora Attila. Becsületemre és lelkiismeretemre fogadom. Hogy Magyarországhoz. És annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom. És másokkal is megtartom. Alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat. Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében. Lelkiismeretesen teljesítem. Tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segít. Gratulálok. Eskókmány kérdelem. Gratulálok alpolgármester úrnak, jó egészséget kívánok neki, sok munkát nem, mert azzal el fogjuk látni, úgyhogy lesz dolga bőven a következő 5 esztendőben is. Következő napirendi pontunk polgármester illetményének megállapítása. Jegyzőasszony, előterjesztő, ha jól emlékszem. Igen, köszönöm a szót. Részletesen felsoroltam egymásra építve azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján úgymond egy számítás eredményeképpen kapjuk meg azt az összeget, amely a polgármester
illetményét jelenti. Azért mondom ezt így, mert a polgármester esetében a jogszabály nem ad mérlegelési lehetőséget, hanem egyértelműen végigvezeti azt az utat, ahogyan az illetmény összegéhez eljuthatunk. Szintén a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényből indulnék ki. Ugye ennek a részletszabályait igazából itt nem ismertetném. Látható a köztisztviselői illetményalap, látható az a szorzószám, amellyel ugye itt az államtitkári alapilletmény kapcsán ugye meg kell szoroznunk a kapott összeget. Így tehát azt is még levezettem, hogy ugye a jogviszonyára polgármester úrnak a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény vonatkozik, így tehát ezt az illetményt is 100 forintra kell kerekíteni, így tehát a szorzat eredményeként ugye az illetménynek a havi összege bruttó 698 ezer forint, ez egy nyilvános adat, hasonlóan, mint a polgármesternek a költségtérítése is, a költségtérítést pedig a havi illetményből számoljuk, annak a 15%-ában határozza meg a törvény, és ez ebben az esetben bruttóban 104 ezer 700 forintot jelent. Köszönöm szépen, személyes érintettségemet bejelentem, és természetesen kívánok élni a szavazati jogommal. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e bárkinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, szavazás következik. Az előterjesztéshez két határozati javaslat tartozik. Az első határozati javaslat a polgármester illetményének megállapításáról szól, tehát 2019. október 13-tól havi bruttó 698 ezer forintban állapítja meg az illetményt. Aki ezzel egyetért, kérem, igen gombot nyomja. Tartózkodással egyhangulag elfogadtuk. A előterjesztéshez tartozó második határozati javaslat pedig a költségtérítés megállapításáról szól, ez pedig 2019. október 13-tól havi bruttó 104.700 forintban állapítódik meg. Dobai tanár úr büszke lenne erre a mondatomra, de a lényegét értette mindenki. Van-e kérdés, észrevétel? Nincs, szavazás következik. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem igen gombot nyomja. Tartózkodással elfogadtuk. Következik az alpolgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása. Itt egy picit mások a jogszabályok, mint a polgármesterre vonatkozóan. Az eltéréseket kérem jegyzőasszonyt ismertesse. Az alpolgármester illetmény megállapításának az alapja az a polgármester havi bruttó illetménye. Az MÖTV 80. paragrafus 1 bekezdése mondja meg, hogy ennek az illetménynek a 70 és a 90% közötti, tehát itt már van mérlegelési jogkör, közötti összegben kell ezt megállapítani, amit a képviselőtestület döntése alapján folyósíthatunk. A javaslatban, ugye polgármester úr előterjesztése, az alpolgármester havi illetményét, itt a polgármester illetményének 85%-ában javasolja megállapítani, ugye ez bruttó 593.300 forint. Szintén tartalmazza az MÖTV a költségtérítés jogosultságát az alpolgármesterre is, ebben az esetben szintén ugye a megállapított illetménynek a 15%-ában határozza meg, ugye ez ebben az esetben 88.995 forint, ugye természetesen bruttó összegekről kell itt szavazni. Köszönöm szépen. Sikor Attila a polgármester úr jelezte hozzászólási szándékát. Szépen szeretném bejelenteni érintettségemet, de természetesen részt kívánok venni a szavazáson. Köszönöm szépen. Képviselőtársaimat kérem, amennyiben kérdésük van, most tegyék föl. Kérdés nem látok, amennyiben észrevétel van, most van lehetőség megosztani velünk. Ilyet sem látok, köszönöm szépen. Szintén két határozati javaslat tartozik az előterjesztéshez. Az első tehát az illetmény megállapítására vonatkozik. Október 22-től havi bruttó 593.500 forintban állapítjuk meg.
alpolgármester úr illetményét. Aki ezzel egyetért, igen gombot nyomja. Nulla tartózkodással elfogadta a képviselőtestület. A napirendi ponthoz tartozó második határozati javaslat a költségtérítésre vonatkozik, szintén október 22-től és havi bruttó 88.995 forint, aki egyetért vele, kérem igen gombot nyomjon. Nulla tartózkodással elfogadtuk. Tisztelt képviselőtársaim, következik a képviselőtestület bizottságai elnökének és tagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés. Amint az előterjesztésben olvassátok, az eddigi struktúrának megfelelően most is három bizottság létrehozására teszek javaslatot. A három bizottság pedig 7 fővel működne, szintén ugyanúgy, ahogy az előző ciklusban. A három bizottság a pénzügyi és gazdasági bizottság, az egészségügyi és szociális bizottság, valamint a humán bizottság. Több kérdést is föl fogok tenni, először azt kérdezem majd meg, hogy egyetértetek-e azzal, hogy három bizottság létrehozásáról döntsön a képviselőtestület? Előtte van-e kérdés? Kérdés nincs. Aki egyetért három bizottsággal, tehát a korábbi struktúrában, kérem az igen gombot nyomja. Nem igényel szavazást. Ettől függetlenül lehet másnak más javaslata, tehát kérek egy megerősítő szavazást. Aki egyetért a három bizottság létrehozásával, kérem igen gombot nyomni. Megállapítom, hogy 10 igen, 0 nemmel és egy tartózkodással, tehát három bizottságról döntöttünk. Aki egyetért azzal, hogy 7-7 fővel működjön, szintén a korábbi struktúrának megfelelően, kérek egy megerősítő szavazást. Nulla tartózkodással. Köszönöm szépen. A bizottságok elnökére és tagjaira is tettem javaslatot. Pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének javaslom Egyed Attila képviselő urat, tagjainak javaslom Hutkainé Novák Márta képviselőasszonyt, Koleszár Krisztián képviselő urat, Berger Zsolt János képviselő urat, nem önkormányzati képviselőtagnak pedig Vámos Ironát, Kövesi Sándort és Halász Pétert. Én azt javaslom, hogy ismertetném valamennyi bizottságnak a tagjait, és utána lesz lehetőség észrevételt tenni, esetleg más javaslatot. Egészségügyi és Szociális Bizottság elnökének javaslom Olá József Csaba képviselő urat, tagjainak Csetneki József Flórián képviselő urat, Egyed Attila képviselő urat, Kraj Csaba képviselő urat, nem önkormányzati képviselő tagjainak Berejné dr. Jakab Beáta igazgatóasszonyt, Balogh Csabát és Rusznák Istvánt. A Humán Bizottság elnökének javaslom megválasztani Koleszár Krisztián képviselő urat, tagjainak Saláta László képviselő urat, Kraj Csaba képviselő urat, Vigyikán Csaba képviselő urat, nem önkormányzati képviselőtagnak pedig Tarnavölgyi László, Szvitankó Tamást és Remecki Imre tanárulat. Kérdezem képviselőtársaimnak, van-e észrevételük az elhangzottakkal kapcsolatban? Csetneki József képviselő. Köszönöm a szót. Elhangzott polgármester úr részéről, hogy átlátható, tiszta vezetői tevékenységet szeretne folytatni polgármesterként. Ahogy érteni vélem ezeket a szavakat, viszont a bizottsági egyeztetések figyelmen kívül hagyása kapcsán nekem itt már döccen ez a logika. Én azt gondoltam volna, hogy ha ez az arány alakult ki, amit elhangzott a bevezetőben, a korábbi napirendekben, egy olyan jobb kezet lehetett volna nyújtani, hogy ez a munka, az a nagy munka, amiről beszél szintén polgármester úr, az valóban megindulhasson. Így egy kicsit olyan furcsán nézzük magunkat, mint amikor torna úr előtt sorba állítanak bennünket, és mindenkinek megmondják a helyét, hogy hol van. Attól függően vagy függetlenül, nem tudom pontosan, mert a szempontokon nem volt módunk értesülni, hogy ki mihez ért, mi miben van gyakorlata, és ki hova szeretne menni bizottsági helyek tekintetében. Azt gondolom, hogy ez fontos lett volna átbeszéljük, és erre nézve
a korrektség az mindenképpen megköveteli, hogy ennek a történetéről egy pár szót mondjak, hiszen múlt héten ez a megkeresés megtörtént a titkárságán. Kerestem polgármester urat, ahol azt a választ kaptam, hogy szabadságon van. Ehhez képest az a néhány nap, amíg abból a hétből volt, természetesen nem volt erre igénybevehető. Majd azt az egyeztetést tettük a titkárság vezetőjével, hogy hétfőn délelőtt fogunk erről beszélni, és én erről természetesen e-mailt is küldtem azokban a napokban, amikről beszélünk. Ehhez képest viszont pénteken megérkezett a elkészített napirendi ponti javaslat, vagy határozati javaslat, amit nem nagyon tudunk elfogadni. Azt hiszem, ezt a Vigyikán Csaba képviselőtársam jelezte is, ugyanis sehol nincs előírva, hogy az alakulülésen kell a bizottságokról határozni. Én azt gondolom, hogy a megkezdendő munka átláthatósága, hatékonysága és gördülőmentessége, gördülékenysége érdekében nem volna rossz erre visszatérni, bár gondolom most már veszett fejszennyele, viszont az a helyzet, hogy ahogy elhangzottak a rossz hírek polgármester úr szájából, nekem az a rossz hírem, hogyha nem fogunk tudni a bizottságban a megfelelő kompetenciáink mellett megfelelően dolgozni, akkor nagyon sok olyan kérdés muszáj leszünk behozni a plenáris ülésre, aminek majd itt kell megvitatódnia a bizottsági helyszínek helyett. Inkonkrétó, én magam nem értem, hogy hogyan kerülhettem a Szociális Egészségügyi Bizottságban, semmilyen kompetenciám igazából nincs ott, szemben a Humán Bizottsággal, tanárként, iskola, óvoda alapítóként, művészként, galériákat vezető emberként azt gondolom, hogy talán ott magasabb fokon tudtam volna a tudásomat kifejteni Sárospatak érdekében. Továbbá talán a politikai korrektség megengedte volna azt, hogy az egész magasan nyerő ellenzéki csoportnak egy bizottsági helyet felajánljon polgármester úr. Ezt vártuk volna. Mi egymás között beszéltünk, hogy talán ez opció is lehet, találgatunk, melyik bizottság lehet az. Egészen péntekig, mikor megérkezett az előterjesztés, én azt gondolom, hogy nagyon fontos volna az, hogy mi itt 11-en mindenki a saját képességéhez képest a legmagasabb fokon tudjon dolgozni. Mi megpróbáltuk ezt megtenni. Ha ez a lehetőség kicsit rugalmatlan fogadtatása talált abban a gesztusban, hogy a polgármester úr nem igényelt egyeztetést ebben, hiszen joga van előterjeszteni ezt a kérdést, azt gondolom, hogy ez is a rossz hírek közé sorolható, és hát erre mindenféleképpen olyan megoldást kell találjunk, hogy azt a kompetenciát, amit mi képviselünk, meg azaz a képviselő, illetve a választópolgárokat, akiket mi képviselünk, megfelelően tudjuk képviselni itt a testületben. És hát nagy valószínűséggel azért lesznek olyan viták, amit a bizottságban pont amiatt, amit elmondtam, nem fogunk tudni érdemben lefolytatni, tehát ide fognak kerülni, amiben azért, megmondom őszintén, részben örülök is. Ehhez képest fogunk javaslatokat tenni még a képviselőtársai, meg bizottság összetétele kapcsán, és nagyon köszönöm a szót, nagyon remélem, hogy egymásra találunk ebben az 5 évben. Köszönöm szépen. Köszönöm, tisztelt képviselő úr, a fenyegetést megértettem, nem is számítottam egyébként másra látva az ön és az önök kampányát az elmúlt 3 évben. Tisztelt képviselő úr, ön egy városrésznek, nevezetesen Kispataknak a választott képviselője. Ettől független kezdeményezhetett volna bármilyen egyeztetést, nyitott az ajtóm, szerintem a telefonom is ismert, nagyon szívesen megmutatom, egyetlen egy hívást sem kaptam sem öntől, sem az elnök úrtól, de ezt még egyszer megkérdezem, hogy elnök úr kezdeményezett valamilyen egyeztetést? Még egyszer hangosabban, nem? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az, hogy nyerő ellenzéki csoport, azban valószínűleg hosszasan fogunk vitázni, de nem itt, mert ez az alakuló ülés, és ahogy korábban mondtam, sem az országos politikát, sem pedig bármilyen bomlasztó tevékenységet nem fogok engedni itt, ennek majd más szinterét kell választani, de ebbe képviselő nagymester, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy fogunk még vele találkozni. Az az 1462 szavazó, akire ön hivatkozik, ez természetesen fontos. De talán sokkal fontosabb az a 12.300 lakos Sárospatakon, és ebből a közel 10.000 szavazó,
akinek az érdekeit képviselni kell, nem csak 1400 emberét, nem csak a DK-ét, nem csak a szocialistákét, nem csak a Jobbikét, nem csak a Momentumét, hanem mindenkiét. Éppen ezért tettem le a javaslatomat, még egyszer hangsúlyozom, anélkül, hogy az önök részéről bármilyen egyeztetési kezdeményezés is eljutott volna hozzám, hogy megfelelő szakértői bizottsági munkát hozzunk létre. Ehhez a bizottságban javasolt külsős személyek, hiszen mi magunk belsős tagok adottak vagyunk, külsős személyek, én azt hiszem, hogy garanciát fognak nyújtani. Ez az előző ciklusban kitűnően működött. Bízom benne, hogy most is kitűnően fog működni, hiszen az előző ciklusban minden egyes vitának a helyszíne az a bizottsági üléseken volt, vagy az azt megelőző különböző szakmai körökben volt, amihez a Sárospatakon valóban civil szervezetként és nem álcivil szervezetként működő közösségek hatalmas energiát tettek hozzá, és nagy segítséget nyújtottak nekünk. Egyeztetéssel kapcsolatban, bár már utaltam rá, ez tipikusan ahhoz hasonlít, amikor a választások előtti utolsó héten pontosan képviselő úr kezdeményezett egy polgármesteri vitát úgy, hogy pont arra, direkt arra az időpontra tette, amikor egyébként a korábban, jóval korábban meghirdetett városi idősek napja volt. Tudom, hogy ez egy blöff, lehet, hogy ez egy művészi fogás csak, és közben nézek az intézmény vezetőjére, akit megkérdeztem, és igazgató asszony, volt valamilyen felkérés vagy helyfoglalás a vitára vonatkozóan? Nem volt semmilyen, tehát ez is egy olyan blöff, mint amit most hallottunk képviselő úrtól. Tisztelt képviselő úr, a kampánynak vége van, a választásoknak vége van, ideje lesz dolgozni szépen lassan, a lakosok nem kértek az önök álcivil szervezetéből, a lakosok hiába történt meg a félrevezetésük, vagy próbálták meg a félrevezetésüket, hiába sértették meg a választási törvényt, és hiába volt az összes ellenzéki szavazó, a DK, a szocialisták, a Jobbik, a Momentum összegyűjtve, nem kértek egyenlőre az ön személyéből. A képviselő munkájához sok sikert kívánok, és kívánom, hogy koncentráljon majd erre a jövőben is Sárospatak érdekében. Ha ez irányban fognak tevékenykedni, akkor partner leszek, de az összes többi tegnapi parlamenti ülést nem is említem, tehát ezzel kapcsolatban nem lesznek jó híreim. És akkor én ezt így be is fejeztem, majd esetleg nyomni kell a gombot, képviselő, de hát ezt meg kell majd tanulni, de természetesen reméljük, hogy sikerülni fog. Hozzászólását jelezte Berger Zsolt képviselő úr. Én azt szeretném megkérdezni polgármester úrtól, hogy a választások nyerteseként ön miért nem kezdeményezett egyeztetést? Tehát én azt gondolom, hogy nem a kisebbségben maradottaknak kell az egyeztetést kezdeményezni, általában a többség kezdeményez egyeztetést, és miért gondolja a polgármester úr, hogy úgy sorol be embereket bizottságokba, hogy legalább a személyes véleményüket nem kérdezi meg arról, hogy melyik bizottságban szeretnének dolgozni. Köszönöm. Tisztelt képviselő, az előterjesztést a polgármester készíti, ezt ön majd meg fogja tudni az SMS-ből, hogyha átolvassa. A másik pedig az, hogy én nagyon szívesen egyeztetek bárkivel. Önök miért gondolják úgy, hogy egy polgármesternek kell kezdeményezni önökkel, akár önnel, akár Csetnek Jóral, akár kivel egyeztetést? Önök miért nem kezdeményeztek egyeztetést időben, megfelelő körülmények között? Csetneki József képviselő jelezte hozzá a szólási szándékát. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, melyik Facebook posztjában polgármester azt írt, hogy a kampány befejeződött. Ehhez képest azért elég sok kampánytéma jött most itt elő. Azt is írta, hogy nem kéne személyeskedni, ehhez képest a kioktató hang nem, és a többi az mind-mind személyeskedő, csak hogy a fogalmakat egyformán használjuk. Az pedig, hogy a javaslat előterjesztője miért nem kezdeményez egyeztetést, azt gondolom, hogy a politikai kultúrában ennek vannak azért nyomai más városokban, más településeken, más országokban. A pártpolitikát azt nem kívánjuk idehozni, azt polgármester hozza, de folyamatosan, különböző pártok nevének emlegetésével, a saját pártjának nevének a kihagyásával, de hát tudjuk, hogy működik ez a történet. Még egyszer mondom, az egyeztetésre mi tettünk kezdeményezést. Az, hogy itt a hivatalon belül az információ hogyan mozog, hogy önnek van tudomása erről, vagy nincs tudomása, különösebben irreleváns. Az a lényeg, hogy ha kell, mi tudjuk bizonyítani, hogy ez megtörtént. Ugye azt szeretném kérni, hogy ha tiszta magyar szavakkal beszélünk,
akkor a gondolatok is legyenek azok, meg a szándékok azok mögötte, mert hogy azt feltételezni, hogy mi nem kezdeményeztünk egyeztetést, az finoman szólva is csúsztatás. Azt gondolom, hogy pont egy ünnep alakulülésen ezeket a kommenteket, amiket polgármester úr nem restelt megtenni, talán el lehetett volna hagyni, és egy olyan konszenzusos légkörben kezdeni a munkát, amit mi megpróbáltunk felvázolni azzal, amit a mi fejünkbe gondolunk, és az, hogy kik csalódtak bennünk, meg kik nem, meg milyen átcivilek vannak itt, vagy nincsenek, azt gondolom, hogy ehhez is kellene valamilyen értelmező szótárat kiadni a hivatalnak, vagy amikor átcivilekre beszél és ránk néz, akkor ezt hogy kell értelmezni nekünk és másoknak, de azt szeretném kérni, ezt a jövőben mellőzze, mert ugyanis a bírósági bejegyzésekben ilyen rubrika, hogy átcivil olyan nincsen, civil van, vagy politikai párt van, vagy hasonló. Továbbá arra is felszeretném a figyelmet, pontosan a civil törvényre hivatkozva, hogy ott van egy rubrika, amikor az Egyesület bejegyezteti magát, kíván-e politikai tevékenységet folytatni. Tehát, hogyha azt bejegyezte, akkor nyugodtan folytatott politikai tevékenységet, attól az még civil, de gondolom, hogy fogom még csiszolni ezeken a szóhasználatokon. Én szeretném megkérni, hogy ezeket a támadásokat tegyük inkább el úgy, ahogy mondta, akár négy szem közti, akár másfajta beszélgetésekre, és itt a világos kérdésekre inkább világos válaszok kerüljenek. Köszönöm szépen. No, azt hiszem konszenzusra jutottunk, ugyanezt javasoltam én is az elején. Vigyikán Csaba képviselő úr kért még szót. Mikrofon. Köszönöm szépen. Én szeretném rövidre zárni ezt a vitát, és megismételni azt a javaslatot, amit az ülés elején tettem. Végül is most már lassan tényleg irreleváns, hogy kerestük-e a polgármester urat, vagy nem. Most megtettük újra. Megkerestük akkor a polgármester urat, ahogy az önkormányzati törvényben ez le van írva, nem kötelező erejével kell meghozni most ezeket a bizottságokat. Tegyük meg újra a kísérletet, üljünk le, egyeztessünk, és utána válasszuk meg ezeket az új bizottságokat. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy folytatni fogjuk tovább. Mindösszesen kettő nagyon egyszerű igen-nemmel válaszolható kérdésem lesz. Elég bólintani, Csetneki úr, keresett a telefonon engem? Keresette engem telefonon, Csetneki úr? Igen, itt a hivatali telefonján kerestem. Keresette Csetneki úr engem ezen a telefonon? Nem tudom, milyen jogszabályban leírva, hogy mobilon kell keresni a polgármestert. Jó, segítek akkor, tehát nem keresett. Következő mivel, hogy azt kérdésem. Mondta a titkársága, hogy személyes programom van szabadságon. Egyébként meg lehet nézni, egyszer megkerestem, nem vette föl. Vissza lehet nézni, én azt a választ kaptam a titkárságától, hogy szabadságon van, és ők hétfőre, délelőtre kérték egy egyeztetést. Ezt tudom elmondani, hogyha nem hisz nekem, beszéljen a titkárnőjével. Köszönöm tehát szépen. Tehát ezt rövidre zárhatjuk, Csetneki úr, saját telefonomon nem keresett. Keresette Vigyikán elnök úr telefonon? Nem. Nem keresett. Köszönöm szépen, szerintem haladhatunk tovább. Dr. Vitányi Eszter kért még szót. Jó, én csak a jobb oldaláról jó, ha szóljak már néhány szót. Tehát elhangzott ez, hogy alakuló ülésen ugye kell vagy nem. A jogszabály úgy mondja valóban, tehát hogy alakuló ülés vagy az azt követő ülésen tehetik meg. Van egy önkormányzati hírlevél, ez a belügyminisztériumnak a honlapjáról tölthető le. Ezek igazából szépen sorba veszik ezek az oldalak, tényleg jó terjedelmes. Az alakuló ülés az egyik fontos része. És igazából itt ilyen kötelező elemként teszik, ugye, hogy elsősorban kötelező napirend a bizottság struktúra meghatározása, a bizottságok elnökének, valamint tagjainak a megválasztása. De ha ettől elrugaszkodunk, és már ügyrendibe volt erről szó, tehát még egyszer ezt nem fogjuk megszavazni, az SMS-t oly sokszor említettük már, itt leginkább azt érzem, hogy talán a jelen pillanatban, mint módosító indítvány egyébként elhangozhat. Itt az SMS egyébként azt is mondja kifejezetten, itt a bizottság nem képviselő tagjaira mondja, hogy ugye a képviselők javaslatot tehetnek. Hát erre csak azt tudom mondani igazából, hogy itt vagyunk a képviselőtestület ülésén, tehát ha máskor nem, akkor azt gondolom, hogy ez még mindig ennek a helye. Köszönöm, Butkányi Novák Márta képviselőasszony jelezte hozzászólását. Köszönöm szépen a szót, akkor teszünk javaslatot most is itt helyben. Javasoljuk, hogy a pénzügyi gazdasági bizottság élére egy közgazdász végzettségű embert, Berger Zsoltot tegyük.
indokaim azok, hogy egyénibe is nyert, felkészültsége, munkatapasztalata alapján képes, hogy ezt a bizottságot vezesse, és az arányok javulnának. Azon túl van egy másik javaslatom. Javaslom, hogy Csetneki József és Vidikán Csaba helyét cseréljük meg, mind a ketten szívesebben vállalnának szerepet a másik bizottságba. Kérem, méltányolják ezeket a kérésünket, és így szavazzák meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van-e még más javaslat? Amennyiben nincs, akkor először az eltérő javaslatokat fogom megszavaztatni. Aki egyetért Hutkani Novák Márta képviselőasszony javaslatával, mely szerint Bergel Zsolt, ha jól értettem, pénzügyi és gazdasági bizottság elnökének kerülje megválasztásra, igen gombot nyomja. Négy igen, hét nemmel nem nyerte el a többséget. Tisztelt képviselőtársaimat kérem, aki egyetért szintén Hutkani Novák Márta képviselőasszony azon javaslatával, hogy Csetneki József Flórián a Humán Bizottságba kerüljön, kérem az igen gombot nyomja. Négy igen, hét nemmel nem nyerte el a többséget. Azok a képviselőtársaim, akik egyetértenek szintén Hutkani Novák Márta képviselőasszony javaslatával, mely szerint Vigyikán Csaba az Egészségügyi és Szociális Bizottságba kerüljön, az igen gombot nyomják. Négy igen, hét nemmel nem nyerte el többséget. Eredeti előterjesztés szavazására teszek javaslatot. Kérdezem, hogy szavazhatunk-e egyben, vagy egyenként? Egyenként kell mindenkiről. Aki egyetért azzal, hogy a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke Egyed Attila képviselő úr legyen az előterjesztés alapján, kérem igen gombot nyomja. Hét igen, négy nemmel elfogadtuk. Azok a képviselőtársaim, akik egyetértenek azzal, hogy Hutkani Noák Márta képviselőasszony, aki egyébként eddig is ebbe a bizottságba végezte tevékenységét és nagy segítségünkre volt, tagja legyen a pénzügyi bizottságnak, kérem igen gombot nyomja. Tizenegy igen, 0-0 tartózkodással elfogadtuk. Azok a képviselőtársaim, akik elfogadják, hogy Koleszár Krisztián képviselő úr a pénzügyi és gazdasági bizottság tagja legyen, kérem igen gombot nyomjanak. Nyolc igen, három nem, nulla tartózkodással elfogadtuk. Berger Zsolt János képviselő urat, aki a pénzügyi és gazdasági bizottságban tagként szeretné, hogy szolgálja városunkat, kérem igen gombot nyomja. Tíz igen, egy nem, nulla tartózkodással elfogadtuk. Nem önkormányzati képviselő tagnak, aki Vámosi Ilonát, mint korábbi külső szakértőnket, szakemberünket javasolja támogatni, kérem igen gombot nyomja. Kilenc igen, kettő nem, nulla tartózkodással bizottsági tag. Akik Kövesi Sándor vállalkozót a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként kívánják, hogy segítse munkánkat, kérem igen gombot nyomjanak. Hét igen, két nem, két tartózkodással elfogadtuk. Halász Pétert, mint az egyik legnagyobb sárospataki cég pénzügyesét, akit a pénzügyi és gazdasági bizottság tagjaként szeretnék látni, kérem igen gombot nyomjanak. Kilenc igen, egy nem és egy tartózkodással, tehát a pénzügyi bizottságot elfogadtuk. Valamennyi képviselőtársam korábban jelezte személyi érintettségét a szavazással kapcsolatban. Következik Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöknek korábbi elnököt, Olá József Csaba képviselő urat javaslom, aki egyetért vele, igen gombot nyomja. Hét
7 igen, 3 nem, és 1 tartózkodás volt, ha jól láttam. Igen, 1 tartózkodás. Aki tagnak Csetneki József Flórián képviselő urat javasolja, kérem, igen gombot nyomja. Nyolc igen, 2 nem, 1 tartózkodás. Aki Egyed Attila képviselő urat, mint az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagját megválasztani kívánja, kérem, igen gombot nyomja. Nyolc igen, 2 nem, 1 tartózkodással Egyed Attila is tag. Krajcs Csaba képviselő urat, aki az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagjának kívánja, kérem, igen gombot nyomja. Nyolc igen, 1 nem, 2 tartózkodás. Berényi dr. Jakab Beáta igazgatóasszonyt, aki elfogadja szakértőnek a Szociális Bizottság külsős tagjaként, kérem, igen gombot nyomja. Kilenc igen, 1 nem és 1 tartózkodással. Balogh Csaba külsős tagként, aki az Egészségügyi Szociális Bizottságban tagként kívánja, hogy segítse a munkánkat, igen gombot nyomja. Hét igen, 2 nem, 2 tartózkodás, és Rusznák Istvánt, mint korábbi tagját az Egészségügyi Szociális Bizottságnak, aki elfogadja, kérem, igen gombot nyomja. Hét igen, 2 nem, 2 tartózkodás. Humán Bizottság elnökének javaslom Koleszár Krisztián képviselő urat megválasztani, aki egyetért vele, igen gombot nyomja. Hét igen, 3 nem, 1 tartózkodás. Saláta László képviselő urat Humán Bizottság tagjaként, aki el tudja fogadni, igen gomb megnyomásával jelezze. Kilenc igen, 2 nem és 0 tartózkodással elfogadtuk Vigyikán Csaba tanár urat, képviselő urat, mint képviselő tagját a Humán Bizottságnak, aki elfogadja, kérem, igen gombot nyomja. Tíz igen, 0 nem, 1 tartózkodás. Aki Tarna Völgyi Lászlót külsős tagnak a Humán Bizottságba elfogadja, kérem, igen gombot nyomja. Megállapítom, hogy 7 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elfogadtuk Svitankó Tamás képviselő urat, bocsánat, volt képviselő urat, külsős bizottsági tagként, aki elfogadja a Humán Bizottságba, kérem, igen gombot nyomja. Kilenc igen, 2 nem és 0 tartózkodással elfogadtuk. És Humán Bizottság külsős tagként Remecki Imre tanár urat, aki elfogadja, kérem, igennel nyomja. Kimaradt Krajcs Csaba képviselő? Megállapítom, hogy 11 igen, 0 nem, bocsánat. 8 igen, 2 nem és 1 tartózkodással elfogadtuk, és jegyzőasszony jelző, hogy Krajcs Csaba kimaradt. Krajcs Csaba képviselő urat, akit a Humán Bizottság tagjaként kívánja megválasztani, kérem, igen gombot nyomja. Hét igen, 1 nem és 3 tartózkodással elfogadtuk, így tehát a bizottságok fölálltak. Következő teendőnk az a bizottságok külsős tagjainak az eskütétele lesz, úgyhogy kérem a jelenlévő külsős tagokat, jöjjenek közelebb, mi pedig azzal, hogy fölállunk, tiszteljük meg őket az eskütétel alkalmával. Információ, ami szerint Rusznák István külsős bizottsági tagunk nem tudott eljönni elfoglaltsága miatt, tehát ő a következő testületi ülésen fogja az eskütleten.
Én becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom. Bizottsági nem képviselői tag tisztségemből eredő feladataimat, a Sárospatak fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy segít. Gratulálok. 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 Foglaljatok helyet. Tisztelettel kérem a megválasztott nem bizottsági vagy nem belsős tagokat a esküokmány aláírására. Gratulálok a megválasztott bizottsági tagoknak. Folyt köv, 11-es számot viselő napirendi pontunk, tájékoztató a helyi önkormányzati képviselőkre vonatkozó kötelezettségekről. Előterjesztő dr. Vitány Eszter jegyzőasszony. Parancsoljon, jegyzőasszony. Köszönöm szépen a szót. Megküldése került már, de tényleg csak ilyen címszavakban a lényeget szeretném belőle kiemelni. Ugye a megválasztott képviselőkre számos kötelezettség hárul. Egyrészt ugye a képviselőtestületi ülésen történő megjelenés, ez azt gondolom, hogy tényleg szinte a legfontosabb, de az elkövetkező néhány hétben, 30 napban, vagy akár 3 hónapon belül is több feladat van önök előtt. Mégpedig az eskütételen túl vagyunk, és innen számított 3 hónapon belül egy képzésen
kell majd, hogy részt vegyenek. Ezt a képzést, ezt a kormányhivatal tartja. Még nem egyeztettünk, így körzett központokba szokták szervezni, tehát remélhetően itt Sárospatakon történik majd ez a képzés. Itt mindig részletes tájékoztatót küldenek, amit én majd továbbítani fogok a képviselőtestület tagjai számára. Ezen tényleg köteles mindenki részt venni, tényleg nagyon, nagyon hasznos információkat lehet ott elsajátítani. Kötelezettség az is, hogy a képviselő tájékoztatást nyújtson az őt megválasztó választópolgárok számára. Ez nyilván nem az elkövetkezendő napoknak, hanem ugye az elkövetkezendő éveknek a feladata. Azonban az elkövetkező 30 napnak a kötelezettsége az, hogyha valakivel szemben itt a részletesen felsorolt, egyébként az MÖTV 36-os paragrafusában olvasható összeférhetetlenségi okok valamelyike fennáll, akkor ezt a megválasztástól, vagy későbbiekben, hogyha ilyenre sor kerül, akkor az összeférhetetlenségi ok felmerülésétől számított 30 napon belül ezt meg kell szüntetni. Ennek komoly következménye van, hogyha ez nem történik meg, mert igazából ugye az összeférhetetlenségnek a kimondása az egyébként egy képviselő mandátumnak a megszüntetését, a megszűnését jelenti. Hasonló ehhez ugye a méltatlanság, a méltatlansági okok is fel vannak sorolva itt ebben a tájékoztatóban, úgyhogy ha bárki kapcsán ilyen méltatlansági ok felmerül, akkor 3 napon belül köteles majd tájékoztatni a képviselőtestületet és a kormányhivatalt egyaránt. Külön szeretném kiemelni azt, hogy szintén az MÖTV-ben foglaltatik a 38-as paragrafus 4-es bekezdésben, hogy az önkormányzati képviselő a megválasztásától számított 30 napon belül köteles kérelmezni a felvételét az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes adózói adatbázisba. Itt mi picit ilyen önszorgalomból azért, ahogy telnek múlnak a napok, hát erre úgy rá szoktunk kérdezni, meg úgy tényleg mindenkit figyelmeztetünk, vagy emlékeztetünk, inkább így mondom, emlékeztetünk arra, hogy ez megtörtént-e. És ami nagyon fontos még, ez a vagyonnyilatkozattételi kötelezettség, ehhez kapcsolódóan pedig magukat a nyomtatványokat, ezt majd nyilván el is fogjuk juttatni a képviselőkhöz, hiszen ugye egy alkalommal a megválasztást követően köteles a képviselő ezt a vagyonnyilatkozatot kitölteni, majd pedig ugye minden év január 1-től van erre 30 napja, hogy ezt megtegye. Tényleg csak címszavakban ennyi. Kérem mindenkitől, hogy tényleg ezt a tájékoztatót, bár biztos vagyok benne, hogy mindenki elolvasta, de tényleg csak azt esetlegesen így kijegyzetelve, hogy mire, milyen időintervallum áll rendelkezésre, ezt szíveskedjen tényleg még egyszer áttanulmányozni, de tényleg van olyan ügy és kötelezettség, amit tényleg kérek, senkit ne zaklatásnak vegye, tényleg azért fogjuk emlékeztetni, mert ez leginkább alapvetően az önök érdeke, de mi is azt szeretnénk, hogyha minden megfelelően és a törvények szerint történne. Köszönöm. Köszönöm is a kiegészítést képviselőtársaimnak. Van-e kérdés a napi rendiponttal kapcsolatban? Kérdést nem látok. Tájékoztatóról van szó. Aki a tájékoztatót tudomásul veszi, kérem igen gomb megnyomásával jelent. Megállapítom, hogy 11 igennel, 0 nemmel és 0 tartózkodással jegyzőasszony előterjesztése konszenzus tudott hozni itt az alakuló ülésnek a végére, úgyhogy a tájékoztatót tudomásul vettük. Tisztelt képviselőtársaim, napirendi pontok végéhez értünk. Mielőtt bezárnám a mai alakuló ülést, még néhány fontos információt hadd osszak már meg veletek. Elsősorban akinek plakátjai vannak még kint közterületen, még azt hiszem 2 hetünk van, hogy ezt leszedjük, eltakarítsuk. Én bízom benne, hogy mindannyiunknak sikerül, hiszen a városnak is az az érdeke, hogy ezek ne kerüljenek majd a földre, vagy esetleg a szemetes mellé. Holnapi nap városi ünnepséget tartunk október 23. alkalmából.
az Árpád vezér gimnáziumban lesz a városi ünnepség, az Árpád vezér gimnázium tanulói adják a városi ünnepi műsort, Szónok pedig Remecki Imre, külsős bizottsági tagunk, történelemszakos tanárunk lesz. 25-én a megyei közgyűlés alakuló ülésén veszek részt, ezen a napon lesz a rendelőintézetünknek a születésnapja, 40. születésnapja, valamint az elmaradt Semmelweis napot is ezen a napon fogjuk ünnepelni az egészségügyi dolgozókkal. 26-án első sárospataki Zemplén rali, rajt a hivatal elől fél tízkor, veterán autókról van szó, tehát elég nagy érdekességre tarthat számot. 26-án Folyékony arany című film bemutató délután a moziban. Ezen a napon fogadjuk a polgármester úrral a Virágos Városnak a zsűrűjét, most nem zsűrizni jönnek, hanem azt szeretnénk elérni, hogy a következő regionális döntőnek a helyszíne az jövőre Sárospatakon legyen, remélhetőleg addig a tereinket is szépen rendbe tudjuk tenni. 29-én még meghívót nem küldtünk ide, készüljetek már arra, hogy testületi ülést fogunk valószínűleg összehívni folyamatban lévő ügyekkel kapcsolatban, ebben vannak pályázati ügyek, és van az új doktornőnek az előterjesztése is. Holnap nem dolgozunk, csütörtökön elkészülnek az előterjesztések, tehát valószínűleg csütörtök délután vagy pénteken kerülnek ezek majd kiküldésre, megküldésre. És még egy fontos dolog, jövő héten Mindenszentek, óriási forgalom várható majd a temető környékén, a polgárőrség és a rendőrség természetesen ott lesz a közterületeken, segítünk, de figyeljünk egymásra. Láthatjátok, hogy az átalakított forgalmi rendet még mindig 10-ből 6-7 ember nem veszi figyelembe, tehát még mindig elég balesetveszélyes, főleg ott a közlekedés. Tisztelt képviselőtársaim, kedves vendégeink, Hegyalja Televízió közönsége, megköszönöm a mai testületi ülést, megköszönöm önöknek, hogy velünk tartottak, és várjuk önöket az előbb elmondott rendezvényekre, mi pedig akkor készülünk a következő testületülésre. Köszönöm a figyelmet, köszönöm a mai testületi ülésen a konstruktivitást.